Traktor vezetését gyakorolják a fiatalok Bakta Lóránt házán, a Vai Ádám mezőgazdasági technikumban. Ez az iskola is az Északi Agrárszakképzési Centrum intézménye, hasonlóan 9 másikhoz. A centrum az elmúlt 3 évben nem csak a középiskolások, hanem felnőttek képzését is megvalósította. Egy vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően 108 képzés zárult le sikeresen. A projekt záró rendezvényét szintén Bakta Lóránt házán tartották. Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója beszámolójában elmondta, a képzés sorozata pandémia ellenére is sikeresnek bizonyult, csak nem 3000-en szereztek szakképesítést. 2756 fő az, aki OKS bizonyítványt kapott, és 206 fő pedig mezőgazdasági vontatóvezető jogosítványt szerzett. 120 fő oktatóval vettünk részt a képzésekben. Mi tulajdonképpen párhuzamosan bizonyos értelemben a nappali képzéssel, tehát még inkább gyakorlatot szerezhettek abban, hogy hogyan valósítható meg a digitális oktatás, ezért tehát nagy kihívást jelentett azoknak az oktatóknak, akik egyébként 55 év átlag életkorral rendelkeznek, tehát ők életkorukból fakadóan nehezebben használják ezt a digitális technológiát, de megbirkóztak vele. A cél pedig az, hogy az oktatás hatékonysága legalább ilyen szintű legyen a jövőben is. A kormány is arra törekszik, hogy minél több fiatal lásson biztos jövőképet az agrárszakképzésben. Nagyon fontos, hogy infrastruktúrálisan fejlesszük az iskoláinkat, hiszen minél vonzóbb a környezet, annál inkább ráirányul a figyelem, és hát sokkal jobban érzik is magukat a diákok, de nem csak az a fontos, hogy ez a környezet modern legyen és vonzó, hanem az is fontos, hogy magát a minőségi oktatást is csak a legmodernebb eszközökkel, a 21. századi környezetben tudjuk átadni. A fiatal gazdálkodóknak attól nem kell félniük, hogy nem lesz megfelelő mennyiségű pénz a következő években a mezőgazdasági termelésre. Pap Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy minden eddiginél több támogatást kap az agrárium. Az elmúlt időszakban mintegy 1570 milliárd forintnyi támogatási összeg odaítéléséről tudott dönteni az agrárkormányzat. Még a 23-tól induló közös agrárpolitika stratégiai tervében több mint 2800 milliárd forint áll rendelkezésre. A mezőgazdaság megújulására, az élelmiszeripar fejlődésére és a teljes vidék megújulására. A mezőgazdaság ezeknek a támogatásoknak köszönhetően soha nem látott technológiai fejlesztésen megy keresztül, a versenyképességhez azonban szükség van a szakember utánpótlásra. Éppen ezért van nagy felelőssége az agrárszakképzési centrumoknak, mondta el Nagy István agrárminiszter. A tárca vezető hangsúlyozta, a szántóföldi növénytermesztésben van elegendő ember, egy szektor azonban kimondottan nagy hiány szenvedett a közelmúltban. Az állattenyésztés az, ami legkevésbé vonzó a fiatalok számára, az küzd mindig a legnagyobb kihívással, de éppen ezért van a legnagyobb perspektíva is abba. Most újul meg teljes körülön az az egész állattenyésztési technológia. Akik nem versenyképesek, azok bizony be fogják fejezni ezt a tevékenységet, viszont kialakul egy olyan rétege az állattenyésztőknek, amely aztán hosszú távon nagyon eredményesen tud működni. A projekt zárón elhangzott, a diákok körében az aranykalászos és a méhész képzés volt a legnépszerűbb, a vizsgázók bizonyítványainak átlaga pedig minden képzést figyelembe véve 4,4 lett, ami messze felülmúlta a várakozásokat.